Hogyan lettem sorozatom, különleges életpályákon keresztül inspirál. Megnéztük korábban, hogy énekesnő hogyan lehet valaki, illetve szerkesztő riportár, most pedig azt fogjuk megtudni, hogy hogyan lesz valakiből bankár. Károly Antal eredetileg fizikusnak készült, de először bankár lett belőle, majd jelenleg angyal befektetőként tevékenykedik. 2010-ben egy fordulópont következett be az életében, aminek keretében létrejött első üzleti befektetése. 2017-ben pedig megalapította a Magyar Üzleti Angyal Egyesületet. Olyan lesz valaki angyal befektető, amikor fizikusnak készül, erről fogok beszélgetni ma Károly Antallal. Üdvözöllek itt a csatornán. Szia. Egy halandó gyermek, hetedikes korában találkozik először a fizika szóval. Szerelem volt az első látásra a fizika, vagy ez valahogy később jött ez a kapcsolódás? Hát én sokáig egyke voltam, egészen addig, amikor 11 évvel később megszületett az öcsém, és ez az egykeségnek az volt a lényeg, hogy otthon ültem és olvastam. És öt, öt, öt éves koromban már már kinőttem a kukás akarok lenni korszakból, és akkor meg csillagász akartam lenni. Az és már ez már nagyon sokáig tartott. Van. Igen, igen, az nagyon közel, nagyon közel van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kíváncsiságról szól mindig is érdekelt az, hogy, hogy hogy működik a világ. A matematika is érdekelt. Voltál olyan elvetemült. Uh -huh. <laughs> És itt vége van a, <laughs> a felvételünk, <mert gül> most mindenkinek kapcsolt. Nem, de azt mindig meg szoktam kérdezni, ha valaki szereti a matematikát. Egy Egyébként nagyon távol nem áll tőlem, de, de azért az nem is a szívem csücske, hogy mit lát benne? Mi az, ami vonzó a matematikában? Ez nagyon érdekes kérdés. A, a, szerintem Két dolog, a, az, hogy, hogy olyasmit is meg tudsz fejteni, amit nem, föl tudsz fedezni. Uh -huh. a, felfedezés. a felfedezés élménye, azt szerintem az az nagyon jó, és, és nekem sikerélményt adott, tehát, uh -huh. hogy hogy egy, az az, az élmény, amikor, hát, például az is van, amikor az ember gondolkodik egy problémán, és másnap reggel föl és megvan, ezek nagyon nagy élmények. Tehát az, hogy, hogy valami jó, itt, 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 a két fülem érve. között megszületik, és ami nem volt ott előtte, uh -huh. az izgi. Uh -huh. És akkor ezeket az élményeket már középiskolás korodban is hozta a matematika, fizika, csillagászat? Mennyire mentél el abban hát a témában? a ténálban? csillagászat az, az annyira nem, de a, a, hát jártam be a suliba, és akkor ez a matek fizika versenyek voltak, meg igen, matek a tagozat, én is helyezet, meg OKTV-n is első jókát, Igen, 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 igen. Hogy Azért hogy... az nagy siker volt akkor. Hogy értékelted ezt? Hát én akkor azt gondoltam, hogy vizen tudok járni. Tehát... Tényleg? Teljesen elszálltam egy pár hétig. Tehát hogy az, 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 az nyilvánvaló volt. hogy Tehát az, hogy öm, nagyon sokáig mindenféle versenyeken indultam, hogy egész szép helyezéseim is voltak, de úgy igazán ez a, a leges-legutolsó verseny volt negyedikbe az érettségi előtt. És, uh -huh. és a, akkor már hogy érettségizni sem kellett, mint tudom, fizikából, meg ilyen dolgok. És a, a óriási előny volt, hogy felvettek egyből az egyetemre. Szóval az, az, az nagyon jó élmény volt. Úgyhogy Hát persze, egy 18 éves gyereknek, aki erre gyúrt évekig, ez, nagyon nagy élmény volt, igen. emlékszem, hogy én fakultáció, fizika fakultációra jártam középiskolában, és nagyon nem így élmény volt az érettségi, mert éppen a kiemelt fizika érettségén a kettest el tudtam érni, és nekem egy fordított pofont jelentette, tudtam, hogy akkor onnantól kezdve már nincs tovább, de neked akkor ez siker volt, és akkor innen egyenesen az eltére vezetett az utad, vagy ez kérdés volt egyáltalán, mennyire gondolkoztál rajta, hogy én fizikus leszek? ez is nagyon érdekes az, hogy, hogy mennyire, én emlékszem arra a szituációra, hogy 18 évesen, vagy illetve még 17 voltam, hogy mit tudok bármiről, hogy mit akarhatok így a világtól. És szerintem biztos vagyok benne, hogy ez a mai fiataloknál sincs más, hogy pedig sokkal több információ áll rendelkezésre, de tök néz el dönteni. Én azt láttam, hogy a matek tagozat volt, a többség fiú, persze, és mindenki ö, a villanykarra ment, és én vagy úgy éreztem, hogy ennyi mérnök elég lesz az országnak, és én valahogy ez a, hát meg talán elméleti ember voltam, és um, ez, 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 körülbelül az volt, hogy jobb nem jutott eszembe, és akkor jó, akkor legyen a fizika. Tehát, hogy nem volt ez olyan nagyon mélyen átgondolva, őszintén szólva. Inkább csak erre a, valahogy Igen. az érzéseid. És valami ilyen botrányos érettségiről <gül> <gül> mesélsz nekem. A, az, <laughs> az, nagyon vicces volt. Nem tudom, hogy miért pont, ez 1989, a, Ugye, a a rendszerváltás éve? A rendszerváltás éve. Nekem az az év volt, amikor a, a, az érettségi tételek előző nap kiderültek. És, a, és akkor az volt, hogy, hogy előző este jön egy telefon, és így elmondták, hogy mik lesznek. Matek mondjuk nekem az tök mindegy volt, de azért mégiscsak megtudtam... Um, Ez egy kevesebb izgalom, nem? Hát jó, tényleg a matekon tényleg nem kell tézni. Ami jobb lett volna, ha magyar tételeket tudom, azt is tudtam fél órával a az indulás előtt, mm -hmm. az már nem, tehát arra már nem tudtam felkészülni. Úgyhogy ezt az volt, hogy eltörölték, a, tehát egyszerűen kiderültek a tételek, és akkor úgy, úgy, volt, hogy az érettségi írásbeli eredményeket azt teljesen eltörölték, mm -hmm. aztán az évvégi jegy számított, és öm, ott valahogy azt hiszem, kezdett szétesni minden, és, és, ennek egy jele volt talán. És ez a Moszkva tér című filmben, ez, ez, az érettség, ez így benne van. Úgyhogy ez történelmi. Ez jó, ez meg lett örökítve. Igen, igen, igen tovább megyünk egy kicsit a, a főiskolai vagy egyetemi éveidre. Ott mi az, amit kiemelni? Mi az, ami élesen megragad benned, mint emlék? Jó, meg rossz emlék akár. Akkor kezem kezdem a jóval, jó. ami nagyon izgalmas volt, hogy mi voltunk az első évfolyam, akinek nem kellett katonának menni. Természetesen a nagy része az öröktől azt mondta, hogy addig eltörölik a katonaságot, kitör a világ, valami lesz. És um, azokat föl kellett venni, akik ilyen versenyeredményesek voltak, mint én is, és, um, és az volt, hogy az előző évfőn viszont már föl volt félre, ja, ők igen. lenyomták az a 11 hónapot lentiben, uh -huh. a legkeményebb, ami létezik a, 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 a nyugaton. Annak az, idején az, 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 az volt a koncepció, hogy a fiataloknak mondom, hogy, hogy Minél nyugatabbra szolgált valaki, annál szívatósabb volt, és ezeket az okoskodó matematikusokat, vagy fizikusokat, a de ezeket a legkemény. ezeket, Hát az, 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 úgy működött az a rendszer, hogy azért, aki, aki okoskodni akar, azt azért, hogy azt egy picit, ö, azt danáljuk be. Még Igen. Picit. És akkor jött ez az évfolyam, ők egy éve voltak idősebbek, de mondjuk egy, nem tudom, tehát ők felnőtt, mi még gyerekek voltunk, hát mint, de, óra, tehát de, de. volt olyan srác, későbbi jó barátaim közöttük, aki két évig mi nem nagyon tudtunk egymással beszélni. Tehát én az ő szemükben egy abszolút gyerek voltam, és én meg így hallgattam a katona történeteiket, ahhoz nem tudtam hozzászólni, és így eb ebben voltunk évekig. Nagyon érdekes volt. És az történt, hogy két év évfolyamnak a, a legjobb életek összegyúrva. Tehát nekem ez, ez máig egy nagy élményem, hogy egy olyan intellektuális közeg, ami teljesen egyedi. Tehát a történelem megduplázta tulajdonképpen a, a, a szürkállomány sűrűséget. És rendkívül érdekes, szórakoztató emberek voltak ezen. Ez, ez, ez végig nagyon jó volt. Ami kevésbé fogta meg így a. Az, az alapvetően az, hogy hogy sokáig tartott ez az egyetem, és és nagyon sokáig jutottunk el oda, hogy, hogy azt kezdtük el csinálni, amit egy fizikus csinál. Ezt, ezt most a fizikától eltekintve azt gondolom, ez bárhol nagyon fontos lenne, hogy minél hamarabb abba kerülje bele, hogy amit majd csinálni kell, azt az, uh, ki tud próbálni hát mindjárt hamarabb. most sem erről szól. Igen, és azt nem ez nem jó. Hát, nem, hát az, hogy öt szinten. év, és mi a negyed év, második fél évben kezdtünk, és az is már elég korai, amikor elkezdtünk már olyasmit csinálni, ami majd a, majd a későbbi munkához fog hasonlítani. Tehát úgy ment el három és fél év, hogy, hogy igazán csak így előkészültünk, vagy, vagy egész egyszerűen máshogy nézett ki az, ami amit majd csinálni kell. És ennek az elég komoly konzekvenciái vannak. De szerintem ez, 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 sajnos nagyon sok helyen Magyarországon így van, nem tudom külföldön mennyire van ez, de itthon. Én ugye az éb, én karom végeztem, és ott hát a, a, művészeti oldalát egyáltalán nem támogatják meg semmilyen módon a, az egésznek, úgyhogy, és utána ugye öt évet elvégez az ember, utána még tanul, nem tudom, öt-tíz évig, mire építész lesz belőle rajzol sok lépcsőt, meg korlátot, meg keresztmetszetet. A műegyetemre jelentem? Igen, Aha. igen, igen, igen. Egyébként akkor, akkoriban mi volt a fejedben, hogy mi, milyen, tehát hogy milyen most ö, 50 éves vagy? 47. Nem 47, <laughs> bocsánat. Tehát most 47 éves vagy, tehát hogy hogyan láttad, ö, mondjuk akkor elképzeled, hogy 47 éves vagy, hogyan érezted volna sikeresnek magadat? Tehát hogy milyen perspektívákat rejt a Aha. fizikusi pálya? De nyilván ma a Nobel-díjas, akartam lenni, ez nem kérdés. Tehát én egy fizikusi Te pályát Tehát a Nobel-díj az a... Az Jó, Hát a... ez, ez, most nyilván... Nem. de miért, miért, ne lehetne cél? Hát egy sportolónak az olimpiára, akkor egy fizikusnak persze. a Nobel-díj. Tehát alapvetően fizik, tehát fizikusi pályát képzeltem el. Ez úgy néz ki, hogy, hogy, hogy a az ember publikál, és hogyha esetleg valamilyen problémán kezd dolgozni, ami igazán érdekes, és ott nagy eredményt ér el, akkor, akkor mindenféle Kutató elismerések jönnek. De hogy jön ez a kutatás, így igen. van, tehát hogy a kutatás volt így a cél. és Tehát akkor, akkoriban azért nagyon más pálya, az nem fordult meg a fejemben. És ehhez képest, amikor végeztél, akkor akkor Frankfurtba mentél, uh -huh. és egy bankban kezdtél el dolgozni. Ezt hogy? <laughs> ez pont amiatt pont volt. Adódott. <laughs> pont adódott. Igen. Um, ugye az, hogy, hogy tehát az előbbi két kérdésedet összekapcsolva tulajdonképpen az, ami nekem a matek fizikával az élmény volt, az az, hogy van egy feladat, viszonylag belátható idő alatt ezt megoldom, van egy sikerélmény, és, és ebben voltam viszonylag ügyes. És akkor belekerültem egy olyan, amikor doktorandusz voltam, belekerültem egy olyan életszituációra, hogy volt egy labor, ott ültünk kette-hárman mondjuk, vagy egyedül, vagy nem tudom, és, és, így mindenki programozott így az, az orra, ö, előtt, és én igazából sokáig nem is tudtam megfogalmazni, hogy mi a bajom, de, de így nagyon nem. Tehát egyrészt az, hogy van egy végtelen hosszú projekt, ami, ami így... Nincsen sok siker Nincs az a, ez a, gyakori. Tehát, hogy tök más volt az, az, az élet élményem. Az is hozzájárul, hogy nagyon... Én azt gondolom utólag, hogy rendkívül éretlen voltam, ami azt jelenti, hogy, hogy ahhoz, hogy jó kérdéseket tegyél föl, ez a teszak már én azt gondolom, hogy az kell egyfajta élettapasztalat, vagy, vagy érettség, hogy nem, nem csak az, hogy a saját magaddal foglalkoz, hanem tudjál kérdezni a világról, vagy a másik emberről. Én azt gondolom, hogy, hogy az, az követel egyfajta tapasztalat, és ez nekem hiányzott. Én nem tudtam jó, azt érde, utólag is azt gondolom, hogy nem, emiatt én nem tudtam, jóval később kezdett lenni, hogy elkezdtem úgy érezni, talán jobb kérdéseket hogy tudok feltenni. Tenni. Tudsz gondolkozni. így van, igen. Mm -hmm és tudok egy távoli célért ö, úgy egyedül ö, dolgozni, ami, ami, ami ebben a szituációban nem adott, adott meg, és amit utólag tudok, hogy, hogy nagyon szeretek csapatban dolgozni, akkor ez nem. Tehát ez, ez, ez az egyedül vagyok furi, mert hogy a, előtte matek példákat oldottam, de utána rögtön az volt, hogy megvitattuk másokkal. Tehát ez egy nagyon, annak ellenére, hogy amíg a problémát oldom, egyedül vagyok, de utána rögtön nagyon társas volt a az erről való diszkuszió. És ez egész egyszerűen az, az, volt, hogy nem az tört, tehát a, ahogy, ahogy, én oda jutottam, amiért én oda akartam menni, na nem olyan volt a valóság. És emiatt az volt, hogy egyre inkább Akkor a bank. Na ez nem volt ilyen egyszerű, de jött egy, egy szerencsé. én azt gondolom, hogy ez, ez, egy nagyon érdekes motivum, hogy egész egyszerűen egy egy fizikus haverom, ő ment egy bankba dolgozni, és én azt a kérdést tettem fel neki, hogy ez így hogy. Tehát, hogy Lát, most, most megvéted neked. a zseniális Igen, doktoridat, Igen. és akkor kéne menni a, 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 a nobel díj irányába, és azt mondta, hogy figyús srác, nagyon egyszerű, az van, hogy ugyanazt csinálom matematikai szempontból, mint itt a, a fizikán, csak ki kell cserélni a, a hőmérsékletet kamatlábra, és amúgy meg öm, egy Audi járok két hónap fizetés után. És akkor egyéb kérdés. Értve nem audi -a volt, nem tudom mindent, Porsche, tök mindegy. És öm, Oké, okay, és aztán fél év múlva ő elkezdett a dolgozni, és egy fél év múlva jött egy telefon, hogy, hogy itt lenne egy lehetőség, meg akarod nézni. És akkor elmentem, megnéztem. És akkor ott a másik oldalról meg egyébként hihetetlen, hogy ekkora nyitottság van, hogy nem közgazdasági háttérrel, nem német háttérrel, hanem Magyarországról egy fizikust felvesznek egy bankba, ez hogy? Én is csodálkozom máig, de a, a, ami volt, az világos volt, hogy ott megjelent egy új terület, amit később a, a svájci frank kapcsán többen megismertünk, hogy a derivatívák, nem tudom, hogy emlékszel erre Igen, a ugye szobor, a... az szóra. 2008-ban ez így, így elhíresült, de tíz évvel korábban az volt, hogy ez egy viszonylag új terület volt, és a, a bankárok rájöttek, hogy hülyha, ebben elég komoly matek van, mi sokkal lassabban fogjuk megtanulni a matekot, mint hogy ezek a matematikusok, fizikusok mérnökök, meg majd megtanulják, hogy a bank miről szól. És effektíve, tehát én föltettem azt a kérdést a, a felvételén, hogy Figyúti, tudjátok, hogy ti miért akartok engem? csak azt mondták, hogy ők tudják. A, a, le, a lendő elvédő. főnökön uh -huh. meg egy fizikus volt. Uh -huh, tehát, uh -huh. hogy én, és a másik kérdésben föltettem, hogy te élvezed, amit csinálsz, és azt mondtad, hogy igen. Uh -huh. És akkor nyilván hogy jó. Tehát akkor majd meg. jó lesz. Na igen. és ott hogy nézett ki egy napod, mivel foglalkoztál? Tényleg az volt, hogy, hogy, hogy ott is fejlesztettem, tehát hogy tényleg hasonló dolgokat csináltam, tehát ilyen számítógépes modell, tehát matematikai modelleket programoztam uh -huh. tulajdonképpen, tehát az is ilyen uh, hasonlóan egyedül dolgozás volt, na de egy olyan teremben, ahol ültünk mondjuk kétszázan, és hát rengeteg, tehát ott tényleg csapat volt, és, és, um, és hát volt egy olyan aspektus is, hogy, hogy a, a munkám eredménnyel úgy kíváncsiak voltak. Mi volt az első sikerélményed, a emlékszel? Egy viszonylag egyszerű feladat, amilyen két-három óra alatt meg lehetett csinálni, uh -huh megmutat, az is egy nagyon érdekes volt, Ö, elég hamar megvolt a matek része, bemutattam, mondtam, mondtam, hogy kész. És akkor megnézték, és tényleg az volt, hogy igen, hogy tetszett, nagyjából amit csináltam, és akkor utána körülbelül még három órát dolgoztunk, amíg ez olyan lett, hogy az Excel tábla az ne össze, hogy színes legyen, hogy, mm -hmm. hogy felhasználó barát legyen, és akkor megtanultam, hogy a magyar kész, és a német kész. Között. <laughs> Még kérdőmség. egyszer annyi munka van benne. Mm -hmm. Igen. Tényleg kész volt, a matek kész volt, csak utána jött az, hogy, hogy abból termék legyen. Hány évig éltél Frankfurtban? Nyolc volt összesen. Egyébként pont tavaly voltam Frankfurtban, és egy klasszik német csöndes, nem? Tiszta város. Akkor is ilyen volt? Szerettél ott lakni? Aha, hát a Frankfurt egy nagyon jól élhető város. Mert az van, hogy, hogy ez, ez hiányzik Magyarországon, ez a mostán 700 ezer környéke, akkoriban 600 es lakosú mm. város volt, ami egy nagyon jó méret ahhoz, hogy legyen kultúra, tehát színház volt, angol színház, egy csomó mozi, mit tudom én. Tehát, hogy lehet, van élet, meg, meg történnek dolgok, de közben azért még Ából ból -bébe el lehet jutni, tehát hogy így azért logisztikailag is élhető. Egy negyed óra, húsz percet az ember kim van ott a, a Taunusban, óriásokat görkoriztunk, amit tudom én, tehát ugye németek. Az volt a, a kedvenc helyed? Hát az, 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 ami például Magyarországon nehéz, hogy hogy leaszfaltozták a földutakat, és valami jól lehetett a búzamezők között mm -hmm. görkorizni. Szóval hogy, életminőség volt, ami ami meg is szokott jelenni a, a ilyen toplistákon az első tízben gyakran benne van, hogy, hogy mindenféle, a, tehát az összességében az életminőség szempontjából az egyik legjobb város paradox módon. Hmm. Nem egy szép város feltétlenül, de, de hmm. nagy, nem, nagyon egy, Nem hagy nagy nyomot. Igen, Igen. ott van. Szóval akkor 7 év Frankfurt után irány London. Ez hogy történt? Hát egy ilyen nagy szervezetnél azért van olyan, hogy, hogy gangster, ott is van gangsterváltás, tehát hogy jött, jött egy, um, jött egy erősebb kutya, aki, aki aztán a félrerakta először a főnökön főnökét, aztán a főnököt, és hogy hát a éretti, ilyen hogy multicéges, a igen, ilyen multicéges öldöklés, és, um, és hát lényeg, és akkor az a teljes régi, nagyon érdekes, hogy amikor én kezdtem, akkor nagyon sokan kezdtük um, Egyszerre és és máig tartós barátságok vannak abból a társágból, de ott teljesen szétrobbant az egész. Hogy tartjátok egyébként a kapcsolatot online, vagy találkoztok? Nem is olyan régen volt, most voltam, januárban például voltam, a régi főnökömmel, meg, meg, meg kollégákkal találkoztunk. Úgyhogy hát egy ilyen két évente, egy-két egy évente egyszer ez a személyesen is. Van, aki, a, aki ide jön, tehát én közelebbi barátok azért. Mm. Eljön. Budapest azért van annyira ö, szexi, hogy azért elejönnek, hogy hát, meg, meg az összes lehetséges WhatsApp és társai, tehát ö, mindenhol. Ö, és akkor azot egy, egy fejvadász ö, megtalált, és, ö, és akkor hozott egy lehetőséget Londonba, és, és a több helyet mutatott meg és vagy London volt az, hogy, hogy hű, azért meg kéne próbálni. München is volt, máig nem tudom, hogy München is fölmerült, ami biztos, hogy életmérőség Én, is úgy éreztem, hogy, hogy ki kell próbálni. Turistaként én előtt, mielőtt három hónapot voltam Londonban még régebben, régebben, mint te, de turistaként előtte már kétszer voltam, és egyáltalán nem tetszett, viszont ott lakni, az, az fantasztikus élmény volt akkoriban hogy élted meg te az, od, az odaköltözés? Egyáltalán mekkora váltás volt Németországból? Ugye Anglia, az emberek teljesen mások. Volt a nagy különbség, vagy nem is annyira? Hát ez, ez olyan, hogy én azt gondolom, hogy a nagy különbség akkor lenne, ha az ember nem tudom, elmegy Kínába, vagy uh -huh. nem tudom, vagy, vagy, vagy Zimbabwe, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért ez az Európa, mindenki ugyanúgy öltönybe jár. Az volt a különbség, hogy monogramos öltöny, ö, 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 Ingjai, jó voltak, meg rózsaszint. Nem, olyan rózsaszint az angolok vettek fel, amit a németek nem, de hogy, tehát, hogy nem volt olyan nagyon nem. nagy különbség. De azért nyilván, 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 London az, az hát tényleg egy, egy 15-szer akkor város, mint Frankfurt, és, 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 hát nagyon, nagyon pörgő. Tehát, hogy egy nagyon pörgős életem volt. De azért mind a kettő olyan az üzleti világban volt, Igen. tehát hogy azért ez is köszönhető, Igen. hogy hasonló volt a így kettő. Van, hány évig voltál? Ott úgy volt, hogy négy évet dolgoztam, és akkor egy, egy évet pihentem, egy év jön szabatikát toltam. Azt néztem, hogy 40, negy, pont 40 éves voltál. Nagyjából, igen. Vagy nagyjából. Igen. Londonban volt valami olyan jó vagy rossz élmény, ami, amiről érdemes lenne beszélni? A, a jó élmény az az volt, hogy, hogy talál, találkoztam egy magyar bandával, ami egyébként nem, érdekes mondom, Németországban, főleg német barátaim voltak. Nemzetközi uh -huh. volt, de főleg németek. Tehát így nem nagyon kerestem a magyarokkal. Ezért mindig érdekes, amikor kín van külföldön az ember, hogy akkor mennyire tartja a magyarokkal a kapcsolatot. mennyire, mennyire rögtön hallatszik az akcentusból, nem? Csak egy szót kell kiejteni, és rögtön tudom, hogy magyar egy, egy angol szóból. <laughs> nagyon sokat kell kéne, hogy ez ne igen. És aztán a, a, és ott valahogy úgy adódott, hogy, hogy van egy papszerda nevű hely, szerdánként találkoznak a magyarok, és az első hittől kezdve én ezzel a társadalom mozogtam, és nagyon jó barátaim lettek, ami, amit nem gondoltam, hogy 35-6 évesen lehet. Öm, ez nem tudom, amikor fiatal voltam, akkor nem gondoltam, azt gondoltam, hogy a, meg a, a gimivel, meg az egyetemmel ez lezárult ez a korszak, és nagyon-nagyon és jó barátokat sikerült öm, kihalászni ott ebben, ebből a világból. Ez, ami nagyon pozitív volt, és hát velük nagyon-nagyon sok mindent láttunk. A, a, én úgy érzem, úgy érzem hogy, hogy öm, kihasználtuk a várost, amit lehetett, tehát mentünk folyamatosan, rengeteg minden volt. A, ami a nehézség volt, hogy a, a válság, ahogy, ahogy kimentem, én 2006-ban mentem át, és 2007-től már elkezdett begyűrűzni a, a válság, és mivel a, az én szakmám volt lényegében az okozója ennek az egész válságnak, vagy nagyon közel voltam ahhoz, ezért, ezért nagyon hamar és nagyon mélyen elkezdte érinteni a az én köreimet. Ez mit jelent egészen pontosan, tehát ez a gyakorlatban mit jelent? Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hogy ez a derivatív a biznisz, az tulajdonképpen a, amit a, a, a svájci frankkal elmondva, a, nálunk, mint hogyha nálunk gyűltek volna össze ezek a, ezek a hitelek, és mi azt kezeltük volna. Most ez így kell, ez nem teljesen pontos, amit mondok, de úgy nagyjából mm -hmm. így lehet elképzelni és amikor ez elkezdett rossz irányba menni, akkor napi szinten azt láttuk, hogy dől össze a világ. És napi szinten különböző pénzügyi számadatok, azok nagyon-nagyon rossz irányba mentek. És ez, ez azt jelenti, hogy, hogy a, a, az én termékem, amivel foglalkoztunk, az elkezdett igazándiból először repedeztek rajta, aztán igazán bedőlt az egész. A, Óriási te volt olyan, volt olyan három egymás követő nap, amikor napi 10 millió, az, hogy naponta megmérjük, hogy mennyi a, a PNL, a profit and loss, uh -huh. mennyi a veszteség vagy nyereség, és volt három egymás követő nap, amikor minden nap annak a csoportnak, amiért felelős voltam, az 10 millió euró volt naponta a, a veszteség. Nem hangzik annyira jól. Mikor indul el egy pánik? Tehát az első 10 milliónál vagy már csak a. Hát a ezt, harmadiknál, vagy a tizediknél, ezt vagy tök egyáltalán nehéz megmondani, nem. megmondani, mert bizonyos értelemben, egy, tehát ez olyan, olyan szám, tehát a 10 millió euró az ugye mai, mai tehát akkor is nagyjából ez a 3 milliárd forint, Ez nem, nem igazán lehet ezt felfogni, hogy ma 3 milliárdot buktunk. Ma. Tehát, <laughs> ez, ez, ez szerintem ezt nem, Lottos, az emberi agy ezt nem nem, 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 tudja nem, ez igazán. Nem, ez nem az a mérték. Tehát, hogy tettük a, az, ami szerintem ilyenkor szokott lenni, hogy, hogy, az ember teszi a dolgát, uh -huh. és és aztán az, az volt, hogy, hogy hát nyilván rengeteg belső ö, tárgyalás, stb. volt, és és igazán az volt, hogy a negyedik nap volt az, hogy ha ez, ez negyedik nap is rossz, né, ö, ö, rossz irányba megy, akkor muszáj meghúzni a vészféket. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy hogy erőszakosan és veszteséggel lezárni a Ez tulajdonképpen olyan, mint hogyha egy pókerasztalnál ülnénk, mint az, amikor bedobja az ember a kártyáit, mm -hmm, körülbelül mm -hmm. ez. Tehát tudom, hogy el fogom bukni az, ami ott van, de de még ez a, ez a, a, a jobbik rossz, és szerencsére a negyedik nap elkezdett visszajönni, és aztán utána szép lassan. Igazán, tehát a mi csapatunk igazán tök jól megúszta az egészet. Mm -hmm. Amit annak azt gondolom, hogy azért, mert mert mi olyan, olyan szakmai etikával dolgoztunk, ami végül is feszessé tette a portfóliónkat. Mm -hmm. Nem akkor nagyon, ez már lehet, hogy már nagyon szakmai irányban de hogy... hogy... Nagyon érdekes. Meg nekem a legérdekesebb ebből az volt, hogy hiába tör be a tehát elég nagy gond az, hogy napi 10 millió eurót veszt az ember, tehát tettétek a dolgotokat, és igazából egy három-négy nap alatt meg már eljut oda az ember, hogy tényleg mérlegelni tudjon, és végül is kis szerencsés kellett, hogy akkor megfordult, Igen. de hogy, hogy tök jó döntés volt Igen. ez, hogy, hogy tettétek a dolgotokat. Igen. Tehát ilyen nagy, nagy, bajban van, amikor ez segít. Igen. Hány fős csapatban dolgoztál ott? Hát nyilván egy nagy rendszer, mert ezt um, attól függ, hogy a, a szoros csapat az, az mondjuk egy 12 ember volt, uh -huh. de nyilván ezen a nagy rendszerben rengeteg másik uh, um, cégen belül csapat, csapattal uh -huh. tartottuk uh -huh. a kapcsolatot. Tehát, hogy összesen a, aki végül is megtermelte azt a, nekünk évi, évi 80 millió euró volt a a, a Tervünk, az, az annyi profitot kellett termelni, az azt mondanám, hogy 3-400 ember volt, úgy, uh -huh. a, uh -huh. hogyha megnézném, hogy a bankon belül ki mindenki volt ezzel kapcsolatban. És akkor említetted, hogy ennek, ennek az angliai vagy londoni tartózkodásnak is az érmeket tudjuk, hogy vége lett, és ez, ehhez hozzájárult ez a pénzügyi válság, besokaltál, vagy mi vezetett oda, hogy, hogy eleged volt, és egy év szabadságot vették ki? Ez hát egyértelműen, hogyha nem lett volna a válság, lehet, hogy még ma is bankár lennék. Igen. Hát ez nagyon jó kombináció volt annak, hogy szuper okos emberek, tehát hogy mindenki körülöttem azért, tehát ugye ez, ez ott is folytatódott ez a mindenki, matematikus, fizikus, a főnököm egy, egy ő is fizikus volt, és egy Cambridge-ben végzett PhD-s, tehát hogy, tehát ez rengeteg, rengeteg ilyen pofa között de Abszolút nem gondoltam volna soha, de milyen érdekes ez tényleg. Ez a bankon belül ez egy nagyon speciális terület volt, uh -huh. tehát hogy mert, mert, ebben sok, sok matek volt, és emiatt, emiatt öm, szóval jó, 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 emberek voltak, mindenki beszélt egy csomó nyelven. Én nagyon szerettem azt a közeget. Szerettem ezt a... Volt olyan, tényleg, amikor 400-an voltunk egy egy, öm, egy, egy, teremben, aztán amikor jött a válság, akkor ilyen egész sorok tűntek el péntekre, jött főre. Tehát, hogy, hogy, azt azért úgy kivírtuk röhögés nélkül, hogy, hogy, ahogy az egész dölt be, és a, Hát úgy képzeld el, mint hogyha mondjuk nekem mindig az volt a hasonlatom, mint hogy ilyen forma egyes autóversenyzők lettem, hogy folyamatosan hekkeltük az autót, és versenyeztünk. És ez ennek az egésznek az intellektuális élménye volt az, ami mm -hmm. ami ezt, ami ezt hajtotta. Előre. És egy bizonyos pontom, mint hogy a válsággal az lett volna, hogy na, srácok, akkor most mindenki visszajön a gokardba. Tehát, hogy körülbelül mm -hmm. ez, ez volt. Mm -hmm. És ez, ez nem ilyen könnyed döntés, hanem akkor kirúgjuk a, a fejlesztő csapatot, mm -hmm. meg kirúgunk mm -hmm. Az emberek 90%-át, és amúgy most így ezzel Gokortalitán haladgatunk a 300 km per óra helyett 50 -nál, Ez és, sokkoló végül és, is. és ez mi nem is emberileg, szakmailag minden Az emberi oldala, Így van. Tehát mindez a feszültség, ami ebből. Arról nem is beszélve, hogy az, amit okozott a válság, azért az nem mindegy, hogy, hogy a világban az, hogy én haszonélvezője voltam egy olyan rendszernek, ami ami aztán végül is egy, 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 gazdasági világválságot okoz, azért az, az se egy olyan könnyű dolog, hogy, hogy ezt, ezt így ezt behúzni, hogy hűha, akkor most pontosan mi volt a szerepem? Igen, a mi portfóliunk nem robbant föl, mert ha mindenki csinálta volna, akkor nem lett volna baj. Na de azért én mégiscsak ebben a rendszerben, én mégiscsak benne voltam, tehát hogy az, tehát nekem ott igazán ezek mindez együtt, tehát hogy a... Akkor ilyen kérdések, vagy ilyen felelősségi uh -huh. gondolatok jöttek Igen. akkor? Igen. És akkor ezért mentél el Szabira? Hát én, úgy, ahogy én az, ebből az egész, ö, tehát, hogy azért az végig ott volt, hogy nagyon, tehát, hogy nyilván jól kerestünk, jó társaság, érdekes feladatok, ezek mind jó dolgok, de az, hogy miért csináljuk az egészet, azért az az nekem végig ott volt. Tehát, mm -hmm. hogy ez nem igazán én vagyok, vagy nem mm -hmm. tudom, nem, nem ezt, vagy mit hát fog a mondani. Magát a... a folyamatot, meg az egész stratégiát, meg mindent élveztél, de a... Valahogy a cél az még nem a nem Így, a, te a Miért van kiúzott? Tehát, hogy van egy ház, és csak egy dolog hiányzik az egésznek az alapja. Mert azért az, hogy miért csinálsz valamit, az mégiscsak ezen, ezen alapszik. Vagy legalábbis én szeretném hát, persze, azt gondolni, persze, hogy. Egyértelmű. Hogy, igen, ha nem, nem. tudod az, hogy. Tehát, hogy van ez az egy életünk, hogy ha nem tudsz arra kérdésre választani, hogy miért csinálsz valamit, én értem, hogy rövid távon persze mindent lehet csinálni, hát pármit. De hogyha. Valami hosszú távon az életed részé válik, akkor szerintem fel, kell, fel kell tenni állni. ezt a kérdést. Akkor, ha jól értem, egy év, amikor 40 éves voltál, és egy évig úgymond szabadságon voltál, akkor ezt a házalapot alapot építetted. Igen. Tehát te ezt kigondoltad, hogy akkor miért? Mi értelme Há... van, és a... hogy hogyan tudod ezt elérni? Igen. Tehát, hogy igazán a, a gondolat nagyjából meg is volt, ez az üzleti anyal történt, az akkor már ugye uh -huh. indult elindult a fejemben, de én úgy éreztem, hogy mindenképpen kell pihenni is. Uh -huh. Meg olyan dolgokat akartam csinálni, amire előtte el nem, nem jutott idő. Tehát, hogy Mikkel? ez nyilván egy privilégium. Két dolog. Megversenyeztem, nagyon sok mindent fölírtam, ami érdekel, és, és, ilyen kieséses rendszerben, mint a, mint teniszben. De ilyen klasszikus bakancslistát írtam. Rendesen. Tényleg? És akkor az utolsó, a, 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 És azt nem hoztad el. A döntőben, az, <laughs> hát, jó, ja, hogy ez, ez pfú, hogy megvan, azt nem tudom. Ezek, ez nagyon jó, hogy de szerintem ez, ez, nem biztos, hogy megvan. De a, például a döntőben az volt, hogy gitár vagy zongora, akkor abban a gitár nyert, és a ö, rajzolás vagy fotó is, akkor abban a fotó nyert, és akkor két dolgot csináltam, a, ö, tanultam fotózni, meg gitározni, ami, ami így volt, mind a kettő ott volt, hogy hiányzott az életemből. És akkor ezekbe, ahogy elmélyedtél, akkor jött a, jöttek komolyabb gondolataid az üzleti angyalsággal? Hát az, az, az előtte már folyamatosan volt, hogy volt egy, onnan próbáltam összerakni, hogy hogy szeretnék élni, mit szeretnék csinálni, meg ez a miért, ez, 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 ez hogy lesz. És akkor voltak ilyen panelek, például, hogy szeretnék fiatalokkal együtt dolgozni. Ami nem egy, én remélem, hogy ez nem egy ilyen midlife crisis, hanem, hanem ez egy teljesen tudatos döntés, hogy az a fajta megújulás, az, az mindig a fiataloktól jönnek, akik, akik valami újat, újat hoznak, nincsenek azok, bennük azok a határok, amik az én fejemben már ott vannak. Szerintem ez nagyon fontos. A másik, az, hogy jó, én élveztem ebben a nagy, nagy ö, ilyen Wall Street-es világban, tényleg szórakoztató volt ordítozni a telefonba, de azt gondoltam, hogy jó lenne a napot is látni, tehát ilyen kiszabadulni a, a, a zárt falak közül, és akkor mitől kávézókban dolgozni. Tehát az, ami most, most amit nagyon sok ember csinál, hogy ilyen kávézóban dolgozunk, akkor az még az nem volt annyira általános, és én ezt ilyen romantikusan elképzeltem, hogy milyen, milyen cool lesz majd, ez, majd, majd ilyen kávézókból dolgozni. Tehát voltak ilyen teljesen triviális dolgok is, de volt a miért kérdés az pedig az volt, hogy ott volt bennem ez, hogy ez a vállalkozósdím, uh -huh. de mivel nem volt tapasztalatom, azért így fizikusként meg megalkalmazottként, és volt némi befektetni való pénzem, akkor az volt, hogy azt az kezdett összeállni, hogy hát tulajdonképpen ez a, az üzleti anyag. És egyébként pont akkor volt, a, ami most indult a cápák köz című uh -huh. műsor, annak az angol verziója, az akkoriban, uh -huh. abból láttam egy-két részt, és az, 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 az inspirált. Tehát, hogy az talán egy ilyen példa volt, hogy aha, ez, ez, ez jó pofa dolog, amit ezek csinálnak. Ugye 2011-ben történt meg az első üzleti befektetés, de ez egészen na, konkrétan hogyan történt? Ez konkrétan úgy történt, hogy az egyik ilyen ö, fixa idám az volt, hogy mindig mondjuk, hogy mennyi tehetség van ö, ebben az országban, ami ez igaz is, csak nem úgy, hogy máshol nem lenne, de ez más kérdés, de hogy itt is, igen. <laughs> csak valami, azért szembesütött a nap, meg elbotlottunk egy fűcsomóba, és meg áh, nem volt pénz. És, és nekem tényleg 2011-ben ez kicsit ilyen, ilyen szupererő volt akkoriban, hogy, hogy a, minden, az egész ország be volt sülve ebbe a, a, svájci frank őrületbe, amit jelzem, én okoztam, ugye? Okay. És, és ott volt ez, ez a, lehetőség, hogy, hogy, ebből így kimozdulni. És aztán egy barát, egy közös barátunk kötött össze azzal az első befektetésemmel, és, és amikor először elmentem a, a, lakásukra, ez, ő nagyon szép hangfalakat farigcsált ez a még pedig olyan hangfalakat, amik, amik mint berendezési tárgyak. Igen, ismer, egyébként ismerem is a lakberendezési oldalról, igen, kiállításon láttam őket. Na, tessék. És, a, és az volt, hogy, hogy leültem a, 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 kanapéra, és a fejem fölött volt egy, egy kép, ami kiderült, hogy onnan szól az zene. És én lényegében ott meg voltam véve, tehát az az, ah, hogy na, ez az a tehetség, ez az a uh, magyar tehetség, akit keresek, uh -huh. aki uh, akinek, együtt, hogy összeállunk, ő hozza azt, ami, ami ez ért, én hozom, hozom azt, amivel el tudunk indulni, és akkor nézzük meg. És hogy sült el egyébként az első befektetésed? Mennyi idő, mennyi idő amire, mire látod, hogy egy ilyen befektetés mikor lesz? Tehát, hogy mi az a pont, amikor már sikeres tud lenni, mi az a pont, amikor még adznek, adnak időt, és mi az, amikor azt mondod, hogy eznek vége? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Alapvetően szerintem az, hogy mindig sokkal hosszabb, mint amikor mint az uh -huh. ember gondolja. Tehát vannak olyan sztorik... Tehát ez már um, lezárult egyébként? Ez Mert lezárult... 2011, most 8 éve. Le, ez akkor. lezárult. Ez lezárult, elfáradt uh, a... a nevét, hogy nem Persze, tudom... Persze, nyugodtan. Hogy, Bizsó Kvajk, uh, aki... Aki egy darabig, tehát egy, együtt toltuk, meg hát azért főleg ő, és, és az a koncepció, ami, amit itt kitaláltunk, alapvetően azért, ez egy, ez egy nagyon luxus, nagyon-nagyon ex, extrém, egy olyan termék, ami ami azért, tehát nem az a, ezt nem tudja mindenki magának megengedni, meg nem is feltétlenül van igénye rá, és aztán végülis annyira, annyira nincs volt, hogy így van, hogy aztán végülis elfáradta a küzdésben. Nagyon. Szerintem nagyon jó közösséget sikerült föl, nagyon szerették az emberek, csak, csak nagyon kevesen voltak, akiknek tényleg aztán ez az igényük meg is jelent. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy ez történt, ez, ez, tehát ez, ez igazán le van zárva, de ez egy nagyon jó kérdés, mert sokszor van, tehát ugye mi a különbség a sikeres és a kudarc között? Sokszor egy nap. Amivel tovább. Tehát uh -huh. tényleg, tényleg? van olyan a sztorik, hogy, hogy, hú, már abba akarom hagyni ebből, nem lesz semmi, na jó, nézzük meg, és akkor elindul. És van az is, hogy nézzük meg, nézzük meg, és akkor, és tolja, 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 és, és igazán egy, egy zombi az egész, uh -huh. és mindig annyi jön még, hogy, hogy jön két feliratkozó, vagy akkor eladunk egyet, és akkor megint egy-két hónapig tovább megy a verkli. Tehát van ez uh -huh. is, és ebben a kínódásban is lehet sok-sok évig. Lehet. Tehát ez nagyon, uh -huh. ezt nagyon-nagyon nehéz eldönteni nyilván el lehet dönteni. Akkor ez az árnyoldala akkor az angyal befektetésnek, hát nem? Persze. Ez a nagy, tehát az, hogy tulajdonképpen a legkorábban vagyunk ott, és a legtovább kell tartani. Tehát tényleg ilyen a tíz év fölött, én azt mondom, hogy, 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 az átlag az, az inkább tíz év fölött van. Mire Amerikában nem? hét év. Hét év? Hát, tehát akkor van egy ilyen átlagszám. Hát Amerikában igen, de azért nálunk ez, ez azért jó jóan hosszabb. Nagosabb. A második befektetésedről elő, először a Fuck Up hallottam, a, ugye az évvezetője díjátadás után uh -huh. volt ez, és ez nagyon izgalmasnak tűnt. Maga a, egyébként én semmi, az elsőre semmi fantáziát nem láttam volna. Zsigerből döntesz? Egy ilyen, ilyen, hogy van egy ilyen applikáció, amit elmesélhet pontosan, hogy miről szól ez? Uh, De tök iszki. Ez nagyon jó, meg, meg az, hogy <laughs> akkor, hogy döntöttem, meg ma, hogy döntenék, az Na, Na, ez más. is nagyon érdekel. De a, tehát akkoriban az volt, hogy összefutottam ezzel a srácsal valami konferencián, aki elmondta, hogy ő trópusi szigeteken szeretne turista applikációt. Igen, és itt Magyarország. Hát Budapest. <laughs> Nyilván. Majd. És ugye van ez az, hogy, hogy szerintem az, a nagyon vigyázik, amikor az ember elhiszi a saját mítoszait. Tehát, hogy a, a, média azért nagyon tudja azt tolni, hogy ez a, a klasszikus startup, az hogy néz ki, kiesett az egyetemről, az persze megint más, hogy, hogy a Harvardra esik ki, és azért, mert baromira elindult a, a startupja, vagy azért potyanok ki a, nem tudom, most nem, akarok akarom senkinek. Igen. igen. tehát ez nem ugyanaz. Um, szóval, hogy, hogy, vannak ezek a topozok, és hogy, hogy huszon, kevés, 22 évesek vagyunk, és két év múlva eladjuk a, nem tudom én, a Google-nak, vagy, 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 a Facebookot csináljuk, én, és akkor ebben élünk, és sokszor hogyha valaki elmondja, hogy, hogy mit tudom én, ez, én, 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 imádom ezeket a, a pícsom, hogy képzeld hogyha én eléd neked kell eldönteni, hogy, hogy, hogy belefektetsz abban, hogy figyelj, egy, egy ez a 43. közösségi oldal lesz, és most mondom a tutit, 140 karaktert lehet írni majd. És ez majd, ez, ez majd mekkora lesz. Uh -huh. És akkor így most... Uh -huh. Uh -huh. Ugye? Egyébként tehát, hogy... ez, ezt a találkozót <laughs> hogy gyerekes? Egy kávézóban, vagy egy irodában, vagy hogy, hogy vannak ezek. Ahol éppen összefutunk, aztán nyilván az van, hogy, hogy ott egy, ezzel a sácsz egy konferenciát találkoztam, mm -hmm. aztán utána nyilván elkezdtünk valami közösségi irodában mm -hmm. találkozni, meg dumálni. Ott az volt, hogy ahogy a srác fogott meg. Tehát, hogy a, nagyon egyszerű, a kérésedre az a válasz, hogy nagyjából azt gondoltam, hogy nyilván teljes őrült, tehát akkor is világos volt, hogy, hogy ez egy nettó őrültség, amit akar, de, de annyira. Azt éreztem, hogy a fickó a nagyon más karakter, mint a vajk. Tehát a vajk egy, egy, egy elképesztő mérnök, ez a srác viszont üzletember, uh -huh. tehát hogy hogy ő vállalkozó. Uh -huh. És ez utólag is nagyon sok én, én azt gondolom, hogy, hogy mindaz, amit én beleláttam annak idején, az az igaz is lett, uh -huh. csak egy picit később. Tehát, hogy a négy-három projekttel később, most egy nagyon sikeres vállalkozása van egyébként. Épp most tüntették ki a parlamentben, nem tudom micsoda, csak én nem vagyok ebben benne. Tehát én azt gondolom, hogy az emberben végülis uh -huh. ott volt a, a vonó, uh -huh. és és az a fajta elképesztő megújulni tudás, az a fókusz, az az ambíció, ami benne van, az, az máig, máig jellemzi a De a megérzésed meg. jó volt, csak korán. Igen, igen, pontosan. És az applikáció egyébként elkészült, nem? Az applikáció elkészült. Csak nem, nem lett sikeres? Az, az volt, hogy egyetlen dolgot néztünk be a, az, az egésznek szintén az alapját, hogy mi fogja ezt fenntartani, hogy az, aki majd, akire az üzleti modellt építettük, az az azt igazániból nem győzte meg az applikáció. Ez volt a probléma. Ez a, a az, egy elég hogy... fontos Igen. probléma sajnos. Igen, csak, csak hogy itt volt az, hogy, hogy ezt, ez volt az, amit elhittünk magunknak. Uh -huh mert hogy ezért a srác marketinges háttérbe jött, és, és ezt egy ilyen alapnak tekintettük, hogy ez így van, uh -huh. és ezt és nem kérdőjeleztük meg. Ez egy nagyon nagy tanulság volt, hogy mindent meg kell. Mindent. Ez az egy tanulsága volt ennek a befektetésnek? Számomra? Ez volt szerintem a legnagyobb tanulsága uh -huh. az, hogy mindent kérdőjelez meg, és tud elválasztani a, a, a tény és a, a feltételezés között, tud a különbséget. De ez már azért 2012-ben volt, Igen. Tehát azóta 7 év eltelt. Ebben a 7 évben mi az a, mi az a befektetés, amir amiről érdemes lenne beszélnünk? A később lett egy egy olyan befektető cégünk, aki. A, a, tehát a, a, anny, annyiban javítottam a, a stratégiámon, hogy már nem nem a saját gyerekeim pénzét kezdtem elkölteni, hanem más gyerekeinek a pénzét. És akkor volt egy, ilyen, egy, 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 <laughs> volt, volt, volt egy befektető cég, <laughs> és akkor azon keresztül 15 cégbe fektettünk be, <laughs> <laughs> marhasokat tanultam abból a, abból a projektből is, és akkor ott van egy olyan történet, ami nagyon szépen elindulóban van. Ez éppen nagyon friss, annyira friss, hogy nem is igazán tudok róla beszélni, de van nagyon jó hírek, vannak erre a csapatról, és örülök azt lehet tudni, hogy ők olyan technológiát fejtettek, hogy olyan technológiát fejlesztette ki, hogy autók egymással tudnak kommunikálni, vagy az autó tud a, az infrastruktúrák, a, az utcával kommunikálni. Mondok példát, hogy érthető legyen, például megy a mentőautó, és így zöldre kapcsolja maga ott a, a uh -huh. lámpákat. Tehát ilyen megoldásaik uh -huh. vannak. És um, ez egy nagyon ez egy nagyon izgalmas téma. Ez, ez, az egy egész fejlesztés ön, fejlesztés. Az? ez egy magyar fejlesztés. Uh -huh. Tehát, hogy ilyen önvezető autók, meg ezen a téren, ez egy, ez egy nagyon érdekes történet. Én nagyon picit visszaugranék az időben, mert azt elfelejtettem megkérdezni, és ez nagyon érdekelt, hogy amikor 15 évig kim voltál külföldön, és haza költöztél, akkor vissza kellett integrálódni, de Magyarországra vagy egyáltalán nincs különbség semmilyen módon, vagy nem érezted így ezt a, a változást, vagy hogy újra itthon vagy? Nyilván volt... Amit, amit kellett, de én nem ismertem senkit, tehát hogy, hogy a, a gimis meg az egyetemista haverjaimon túl, én, én közel térben jöttem, nem volt minden szakmai kapcsolatom, az mind külföldön uh -huh. volt lényegében. Úgyhogy elindult egy olyan korszak, hogy bárki, akivel találkoztam, bárki, aki... Hát általában akkoriban volt ez a, a startupos közeg, akkor volt kialakulóban, uh -huh. az szerintem néhány tucat ember voltam, vagy néhány száz, és, és lényegében mindenkivel leültem kávézni az első három évben. És az első a... interjú alanyom bíró Eszter volt, és ő is azt mondta, hogy lényegében az a tanács, hogy menj ki az utcára és beszélgess, és akkor ez működött nálad is. Így van. Tehát mentem rengeteg rendezvényre, beültem egy közösségi irodába, azóta is közösségi irodákból dolgozok, nagyon szeretem, és, 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 az volt, hogy beszéltem, beszéltem, hogy ki mit csinál, merre, megy, stb. Tehát ez volt egy olyan feladat, amit fel kellett építenem. Azon kívül az, ami nagyon más, és, nagyon, és igazán nagyon élvezem itthon, hogy Azáltal, hogy kisebb a tér, és le vagyunk maradva nagyon sok szempontból, ezért, hogyha csinálsz valamit, akkor nagyon könnyű ö, látható eredményeket produkálni. Nagyon könnyű, nem azt mondom, hogy elsőnek lenni valamiben, de mégiscsak. Ö, tehát, hogy, hogy ha kitalálod azt, hogy YouTube-el akarsz lenni, vagy nem tudom micsoda, ö, még, a, még ö, van lehetőség, hogy a saját területedet mondd, hogy ez nem így van, de én azt gondolom, hogy Hogyha van egy témád, vagy egy ügyed, vagy valami, azt meg tudod fogalmazni, lehet alkotni. És szerintem ez, ez, ez nagyon. Egy igazán... kisebb közegít segít? Így van, <laughs> így van. És ez a mindenki ismeri egymást című történet, azért ez is nagyon, nagyon igazán, nagyon jó. De akkor ez, ezeknek az ismerettségeknek, vagy a kávézásoknak, vagy beszélgetésnek köszönhető tulajdonképpen, hogy megalapítottad a, megalapítottad a Magyar Üzleti Angyal Egyesületet? Egyebek között az is így van. Volt egyfajta, hát ez, ez nagyon érdekes ez a startupos közeg, hogy én imádom ezt a... Mekkora ez a közeg? Hát most, hát van egy Facebook csoport, amit 17-18 ezer ember van, tehát ez nyilván most már elég uh -huh. nagy, de akkoriban ez, mondom, egy ilyen néhány, akkoriban, mit mondjuk, ez a 2014-15 környékén, attól függ, hogy ki, kit számítok ide, egy, egy kevés ezres, néhány ezres uh -huh. közeg lehetett, és amit nagyon élvezek ebben, hogy hogy egy nagyon egy nagyon együttműködően uh -huh. ö, szervezi magát, önszervezi magát. Az egész rengeteg ilyen meetup van, olyan konferencia, és mindenki kiáll a színpadra és mondja. Uh -huh. És, és ez, ez egy nagyon, nagyon. emiatt én nagyon nagyon szeretem, hogy, hogy, hogy nem verseny, tudjuk, hogy nem egymásnak nem a versenytársai vagyunk, és emiatt. Egy sokkal egészségesebb közeg, mint amikor egy, egy multicégnél üljük egymást az, az emberek a projektére, a pénzére, a hatalomért, nem mm. tudom. De ha jól érzem, akkor egész könnyű ehhez kapcsolódni is, nem? Talán Abszolút. éppen csak oda kell menni Így a rendezvényekre. Van. Így van. Ennek a nyilván van egy olyan hátulutója, hogy nem feltétlenül tudod meg, megállapítani, hogy, hogy most akkor ő csak beszél, vagy tudja is, hogy mit mond, az, ez, ez nyilván van, de ennél sokkal elősebb az, hogy mindenki, tehát én nagyon élvezem azt, hogy igazán nem az, hogy te hány éves vagy, kor, nem, világnézet, ezek mind nem számítanak, hanem az, hogy, hogy, hogy van-e valami értelmes projekted, tolod-e, megbízható, vagy ilyen dolgok, érdekese. Mit szeretsz akkor ebben az üzleti angyalságban, a, a, kockázatvállalást, vagy a kapcsolódást más emberekkel, vagy a, az, hogy hogy fog sikerülni egy projekt, mi a kedvenced? Hát azért az emberről szól az egész. Uh -huh. Tehát az, hogy, hogy, hogy megvalósulni, látni valamit, azért, és azt látni, hogy a, a másiknak az álma megvalósul, azért az nagyon, ha, ha az is a mennyiben megvalósul. Ha. Ennek pontosan ugyanennek a, 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 az érmének a másik oldala, amikor nem valósul meg, az viszont az nehéz. És nem azért feltétlenül, mert elbuktuk a pénzt, mert azt az elején is lehetett tudni, hogy oké, ez, ez benne van. De az, hogy mondjuk valami jó dolog nem, nem valósul meg, az tud fájni. Mondok egy példát, egy magzati szívhangfigyelő például, ami veszélyeztetett terhességnél figyeli a, a, tehát nem ultrahangos, hanem egy nagyon érzékeny mikrofon, és az anyuka otthon tudja ö, mérni, hogy, hogy, hogy mi van, és hogyha baj van, tehát naponta akár többször is, vagy naponta legalább egyszer meg tudja nézni, és hogyha ha jelez a, a készülék, akkor be lehet menni az orvoshoz, uh -huh. és akkor akkor lehet, tehát idejében meg lehet előzni dolgokat. Tehát konkrétan Magzat halált lehet ezzel a, a, a kötyivel megelőzni. Bedőlt a projekt. Tehát, nem, nem, tehát, hogy nyilvánvalóan nem, nem kell magyaráznom, hogy, hogy ez nagyon nagy csalódás volt. Uh -huh. Tehát, hogy ez fájt. Uh -huh. És dühös voltam az emberekre, amúgy. Tehát mert amikor az van, hogy, hogy mondod, mondod, hogy, hogy lehet, hogy nem volt igazunk, mint befektetőknek, hogy mit kéne csinálni, uh -huh. de amikor konstans a csapat, ignorálja, és utána, utána belállnak a földbe. Mondom, nem tudjuk, azt sosem tudjuk meg, hogy, mit mi, mi tudtuk Mert azért persze, hát mi, mi se tudjuk a feltétlenül a tutit, de azért... Egyébként ]ért... az, hogy mennyire szabad bele egy befektető egy projektbe, azt az elején megállapodás köti? Vagy tehát az elején megállapodtok, és ez mindegyik projektje más is más, vagy van valami szabály? Ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én büszke vagyok arra, hogy az a, befektetői, ahogy én is kezdtem el elkezdtem, és aztán az a befektetői csoport, akivel együtt dolgoztam, mi Eléggé úttörői voltunk annak a gondolatnak, hogy mi kisebbségben vagyunk, tehát uh, nem mi irányítjuk a céget, és mi ott vagyunk, hogyha kell. Tehát, hogy mi alapvetően ilyen maximum tanácsadó szere szerepben vagyunk, és jogilag is tisztázva volt az, hogy nem mi irányítjuk a céget. Tehát, hogy nem volt meg az a lehetőségünk, és saját döntésből kifolyólag, hogy abban az esetben, hogyha nagyon rossz irányba mennek a dolgok, mm -hmm akkor az nagyon akkor Aha. nem tudunk igazán mit csinálni. Uh -huh. De máig azt gondolom, hogy ez nem, hogy én gondolom az, hogy ez ez, azért ez, a, ez a jó gyakorlat a világon uh -huh. mindenhol. Uh -huh. Csak hát nagyon fájdalmas nézni, amikor hát, nem működik. Ezt elhiszem. Arra a pontra visszatérve a beszélgetésünkön, hogy a ház alapja miből van, miből van most a házad alapja, mi építettél uh -huh. föl? A miért, igen. A, ebben az egész startupozásban volt egy olyan motivum, vagy egy olyan érzésem, hogy itt is elkezdett egy idő után azért repedezni a, ez a miért. Amikor meg, tehát, amit te is mondod, hogy ez a trópusi, szigetes dolgot, ezt az igazán nem értem. Na én sok ilyen, de, saját befektetésem, meg, meg, meg még több ilyen startupos pitchnél az volt, hogy, hogy figyú, ezt miért csinálod? Tehát, hogy én se értettem, tehát én nem értem. tehát Amikor az látszik, hogy a, az embernél sem világos, hogy, hogy ő, ő, ezt most miért csinálja. Tehát, hogy, hogy a, valami, amiben az, az, a kérdés van, hogy, hogy ott van a fiatal tehetséges életed, csinálj már vele valami hasznosat. És ez a, ez, ez a kérdés, vagy ez a, ez a frusztráció, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam, ez, ez, nagyon gyakran jelentkezett. Tehát az hogy, hogy, nem sok projektben nem éreztem azt, hogy ez, ennek most mi értelme És, magad um... Magadba se vegtettél volna 20 évesen akkor? Ó, nem. <laughs> Nem is szabad, tehát hogy az egy, most ebben nem is akarok elvenni, hogy nyilván van egy olyan szint, amikor megérik a, az ember, és ez, ne, ez nem feltétlen életkor dolog, uh -huh. csak mert aki mondjuk egy tapasztalt vállalkozói háttérből jön, lehet, hogy 19 évesen már kész van, de lehet, hogy 35 évesen sincs még kész. Uh -huh. Én ez utóbbiak között És Csak az volt, hogy, hogy, hogy azt kezdett motiválni, és egy utána nevet is tudtam ennek adni. a úgy hívják, hogy impact befektetés, vagy társadalmi vállalkozások, uh -huh. ami nem ez a hagyományos startupos világ, hanem ezek olyan vállalkozások, amik valamilyen társadalmi, vagy környezeti, és vagy lehetőleg öm, problémát próbálnak megoldani. És, ez a SignCoders is. És akkor ez például a, a SignCoders, ami, ami egy olyan öm, IT fejlesztő cég, amit halásérültekkel együtt csinálunk. Tehát a öm, társam, ő egy amúgy uh, iráni származású siket srác. Ez is De ez így... akkor nem befektetés már, hanem ez már... Üzlet Itt ez most maga, ez a magamban. Tehát pont most mondtad ki. Ja, most, 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 most már magamba fektet. most az már elhiszem, hogy, hogy, mindaz, amit tanultam a sok-sok botlatozás árán, most azt megpróbálom ebbe a projektbe beletenni, úgyhogy igazán én vagyok a vállalkozó, és most én finanszírozom ezt a projektet. Uh -huh. Milyen útra adnál a húsz éveseknek, akik keresik magukat? Én nagyon sok mindent kipróbálnék, tehát hogyha hogy belegondolunk, tehát hogy ami, ami az a egyetemen is volt, hogy nagyon sok ké ha későn jutsz oda el, hogy, hogy hogy egyetem megnéz azt, hogy mi az, amit csinálni kell. Tehát ha jogász akarsz lenni, akkor menj el egy, egy, egy tárgyalásra, vagy nem tudom. Tehát én a, én a, a sokféle a, a gyakorlat, vagy Egy gyakorlatban trénink... megnéznéd azt, így hogy van. mi az, amire vágynak. és, és próbál meg ki. azt megérezni, hogy mi az, ami, ami érdekel. Tehát nekem baromi sok idő volt, mire megfejtettem azt, hogy, hogy én nem egyedül akarok, hanem csapatban, és így, és tehát, hogy ez parami hosszú volt, mert amíg másoknak a, a, példáit, vagy nem tudom, a, nyilván kell az is, hogy, hogy legyenek példák, természetesen, de halálfontosnak tartom azt, hogy, hogy, hogy teszed le, hogy neked tényleg az kell, mert azért, mert a legjobb barátom nem tudom én mi akar lenni, pék akar lenni, vajon én is az akarok, tehát nekem jó az, ami, amit, amit ő, ő akar? És azt gondolom, hogy minél több mindent kipróbálni, és megérezni azt, hogy, ne, hogy nekem az az utam, hogy egyedül töröm, hogy, hogy, hogy Bent, kint, fönt, lent, egyedül, gyorsan, lassan. Mi, mi, mi az a, mi az anyag, amivel dolgozni? Mi a zene? Az fontos, a, a kép, a, a, uh -huh. a YouTube, nem tudom. Tehát, hogy megpróbálni minél több helyen öm, valamilyen módon megízzelni azt, megérezni azt, hogy mi az, ami engem motivál, mi az, ami mozgat. Azt gondolom, hogy most már te teljesen a helyeden vagy így 47 évesen, de 20 év múlva hol szeretnéd látni magadat? Hát. 67 kiszámoltam. Jó, még lehetsz matematikus. Um. Nem, azt már, azt már buktam. Igen, bizonyos dolgok már bezárultak, tehát a, a, a jégtánc világbajnokom a valószínűleg nem leszünk, nem? Jó, bizonyos dolgok. Én azt gondolom, hogy húsz év az marhasok. Hol látnád magad szívesen, vagy milyen szerepkörben? Arra vagyok igazából kíváncsi, ugye, hogy 20 évesen, vagy 25 évesen tök más csináltál, 47 évesen teljesen mást, és ha tehát ugyanott látod magad, mint ahol most 47 évesen, csak legfeljebb más projektekbe vagy valami teljesen harmadik helyen látod magad 60 évesen, tehát hogy a 20 éves váltások lesznek, vagy ez már valamennyire végleges, és inkább ezen területen belül keresed magadat még jobban? Annyira jó kérdés, ha, ha tudnám. Um, Tudod? Én tudom? tudom, hogy tudod. Igen, igen. Oda <laughs> <móda> van írva. <laughs> Nincs. A... Pontosan azért, mert most már tulajdonképpen harmadik életemet élem, ezért nagyon nehéz megmondani. Azt gondolom, hogy az az ügy, ami, ami, amin most dolgozom, azt biztosan szeretném sikerre vinni. Tehát, hogyha azt azt lehetne mondani, hogy ez egy, ez egy nemzetközi cég, és, és amellett létrehoztunk egy. Jelnyelven működő iskolát, ami eléri a teljes magyar öm, érintett öm, közösséget. Plusz külföldön is ö, vannak kapcsolataink, vagy sikerült ezt kiépíteni. Az, az biztosan azt gondolom, hogy ha ezt valaki nekem tudja garantálni, tehát nem is 20 év múlva, mondjuk egy, egy 10-15 éves távon, azonnal aláírom. Uh -huh. Tehát ez biztosan, de az, hogy utána 20 évesen ö, mindig az a tapasztalat, ahogy változik a világ, úgy, úgy. Én azt gondolom, hogy nem azért tudok nehezen jósolni, mert én nem tudom, hogy mit akarnék, hanem az, hogy húsz év alatt nagyot tud fordulni a világ, hogy mi a fontos mi, és um, fogja hozni a feladatot, a, azt gondolom, a, 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 a világ. És azt gondolom, hogy, hogy ebből mm, val, azt tartom valószínűleg, hogy ez a fajta vállalkozói vállalkozó szemlélet, oldjunk meg problémákat. Lehet, hogy ez még mindig matekozom. Tehát, hogy problémát oldok meg, csak, csak másfajta fajta Az nem matek. De nekem. De bizonyos értelemben. Olyan azért hogy problémát oldunk meg. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy azt bevállalni, hogy, hogy megnézni azt, hogy én a meglévő forrásaimmal milyen problémákat tudok megoldani, valószínűleg ilyesmin szeretnék akarni húsz év múlva is molyolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nektek pedig azt javaslom, hogy próbáljátok ki, amit Antal mond, gyakorlatban találjátok meg azokat a lehetőségeket, amiket érdemes kipróbálni, és tegyetek fel a megfelelő kérdéseket, a miérteket magatoknak, és válaszoljátok meg, haladjatok ezen az úton. Sziasztok!